Star Citizen hajónapló 12. bejegyzés, az Origin 85X. Ismét egy hajó bemutatóval jelentkezek, itt vagyunk a hangáramban, előttünk pedig itt van az Origin 85X. Ez a hajó nemrég vált elérhetővé, tehát valóban egy új hajóról beszélünk, amit tudni érdemes róla, hogy ez a hajó 13 méter hosszú, 8000 kilót nyom, a szállítási kapacitása nulla, tehát nem szállító vagy kereskedő hajó. Az alapsebessége 200 méter másodpercenként, még a busztos végsebessége 600 méter másodpercenként, amivel az eddigi leggyorsabb hajóm. A fegyverzetet tekintve a 85X két darab egyes osztályú felfüggesztési pontot kapott a honlaptól eltérően, tehát az egyik pár az itt van a hajó alsó részén, ez az úgynevezett gömbcsuklós felfüggesztési pont, még a másik a két szárny alján helyezkedik el, tehát így teljesen szétbontva a hajó kapott ezekre az egyes osztályú felfüggesztési pontokra 4 darab longsword 35 mm-es ballisztikus ágyút. Viszont soha nem mond, hogy nem lehet rosszabb, mert annak idején az M3A lézerágyúra mondtam, hogy használhatatlan, mert annak 140 lövés per perc volt a sebessége 65-ös damage mellett, viszont a longsword 110 lövést tud percenként 85-ös damage mellett, amivel számomra teljes katasztrófát okozott. Sajnos nem tudok senkit se beültetni a másodpilóta ülésébe, hogy kezelje az egyik ágyút, így nekem kellett egyedül kezelni mindkét ágyúsort és manőverezni a hajóval, de ilyen lassú tűzgyorsaság mellett 15 perc szenvedés után gyakorlatilag sírva Alt-F4-eztem ki a játékból, mert nem bírtam előni egyetlen egy kalózt sem. Úgyhogy ebből kiindulva most ilyen jellegű bemutatás nem is lesz, de mindenképpen érdemes még megtekintenünk a hajó belsejét és a műszerfalat. Úgyhogy szálljunk is be a pilóta fülkébe, amit itt tudunk megtenni. Vagyis érdemes lenne, de vagy a fényviszonyok, vagy valamilyen bug miatt ez itt a hangárban nem lehetséges, mint látjátok. Minden korom sötét, ezért át kell lépni az Arena Commanderbe picit, mert itt be tudom állítani úgy a hajót, hogy látható legyen a hajó belseje. Íme így néz ki az Origin 85X belső tere és műszerfala. De ha már itt vagyunk, szálljunk is ki egy picit, és repüljük körbe ezt a hajót, mert komolyan mondom, megéri. Íme itt van a hajó. Sokáig gondolkoztam azon, hogy megtartom, és inkább veszek egy másik hajót, hogy tudjam folytatni ezt a szériát, de úgy döntöttem, hogy ha még igazából nincs kivel megosztani ezt a hajót, és a játék sem ad több játékidőt, így teljesen felesleges lenne egy új hajót beszerezni, így meg fogok tőle válni, és folytatjuk ezt a szériát a következő elérhető hajóval. De most gyorsan repüljünk is körbe, amennyire lehet.
iszonyat szép lett ez a hajó egyébként, nagyon jó a formavilága, és akkor itt legalább lehetőségünk van benézni a hajó alá, és megnézni, hogyan néz ki a 85X alsó része. Hát szerintem ez teljes mértékben magáért beszél. De üljünk is vissza a hajóba, és hát egy valami biztos, hogy látszik, hogy sok időt és energiát fektettek a készítők a hajó kivitelezésébe. Tényleg ez a tér, ez iszonyat jól sikerült. De most lépjünk vissza a hangárba, és fejezzük is be a bemutató videónkat. Pattanjunk is ki. Erről a hajóról egyébként a Mustang Alfa jut az eszembe. Az is ilyen, úgymond közlekedő hajó volt. Ennek sincsen komolyabb feladata, hát komoly harci hajónak pedig semmiféleképpen sem mondanám. Ám remélem, hogy a hajó kiegyensúlyozásakor talán megkapja a honlap szerinti kettes osztályú felfüggesztési pontját, mert akkor komolyabb fegyverekkel felszerelve akár komolyabb harci erőt is képviselne, és igen népszerű lenne a kétfős baráti társaságok körében. Nekem nagyon tetszik ez a hajó, nagyon szépen megcsinálták a fejlesztők, de sajnos muszáj tovább lépnünk, és a következő hajó egy kifejezetten szállító hajó és kereskedő hajó lesz, ami ugye ismét újdonság lesz számunkra. Viszont mielőtt befejezném a videót, nézzük meg, hogy mi is történt a héten a Star Citizen magyar közösségi oldalán. Ahogy látom, két cikk került ki a héten, mindkét Shednek köszönhetően. Az egyik ugye a szokásos Around the World legújabb része, amiben a készítők mondják el, hogy mire is haladtak az elmúlt időszakban. Na most én a cikkből megint csak egy dolgot emelnék ki, hogy az oldalán található hajó leírások frissítve lesznek, tehát végre megszűnnek ezek a hibák, hogy a honlap pont található hajóadatok és a valóság ugye köszönő viszonyban sincs egymással, de ugye nagyon sok más is található ebben a cikkben, úgyhogy gyertek és olvassátok el a starcitizen.hu weboldalon. Hogy egyetlen gondolat még, hogy ugye Paul Dameron írta, hogy ezzel a cikkkel kapcsolatban olyan érzése volt, hogy ez lesz a valaha volt legbrutálisabb játék. Hát én ugye végigolvastam a cikket, és hát természetesen baromi jó dolgok hangoztak el benne, és nagyon jók ezek a tervek és ötletek, de valahogy én még mindig azt éreztem, hogy ez csak a körítés, és még mindig nem lesz több a játék igazán, de hát bízom abban én is, hogy valóban ez lesz mindenitől legbrutálisabb játéka. De viszont lépjünk is vissza a fő oldalra, és nézzük meg, hogy melyik az a másik cikk, amit Shed kirakott. Ja igen, ugye érkeznek új hajók folyamatosan a játékban, és ez is egy ilyen új hajónak a bemutatója. Ezt erről a hajóról lehet olvasni ebben a cikkben. Úgyhogy akit érdekel, bár mondjuk melyik polgártársat nem érdekelné, ugye gyertek el és olvassátok el szintén a starcitizen.hu weboldalon. Úgyhogy hát gyakorlatilag véget ért ez a bemutató videó, és itt a starcitizen.hu weboldallal köszönök el, hogy itt a vége fuss el véle. Köszönöm, hogy végignézted ezt a videót, bízom benne, hogy tetszett, és várlak vissza a következőre is. Addig is minden jót nektek az univerzumban, hajóra fel és viszlát, polgártársak!